אנחנו נקרא הסתכלות פנימית מתוך תלמוד 10 הספירות חלק קבלת הציפקיין בל 27 בחטבי בעל הסולם. טוב, עמוד 91, ביאור מחשבת הבריאה. אתה נבוא אל מחשבת הבריאה, שזו ודאי שזו מעשה במחשבה תחילה. Hát most eltiszte az ők teremtés gondolatát, innét folytatjuk. Még egy korban is emberek is nagyon sok gondolata van, és összezaporodik. Mert a teremtés egy gondolattal kezdődött. Mert amikor az ember egy házat épít, akkor ez eltervezi a ház formáját, terveket készít. És végig kell gondolnia mindent a cselekedet előtt. וצרזו בא לו בסוף כל הפעולות, שקודם מחשבה, אחר כך פעולות, אחר כך... מרק מינדן, צ'לקטטט מגלוי זה גונדרה. זה במחשבה תחילה. זה עכשיו איך אנחנו... איץ הסוסרת יש עוד על תורפת. והנה סוף המחשבה שהיא קוטף התכלית, שבשבילה נברא כל אלה, היינו כדי לענות לנבראיו. בטרם תשציה. כמש בזוהר. Ez volt, hogy örömet okozza a teremtményének, mert ez ismert, hogy az ő gondolatai. Tehát 720-at is volt. Olvassuk. Tehát ez kötelez minket a cselekedetre, hogy megtegyük az ő teljes cselekedetet. És örömet okozunk a teremtőnek, mert ez okoz a teremtőnek örömet, és ez kiterjed tőle, a teremtőtől, négy elváson keresztül. Ez a forma, ami örömet okoz neki, és ez tartjuk a teremtős gondolatának. Ez azt jelenti, hogy minden, ami a perem fokálta, ezt a teremtős gondolatának nevezzük. Ennyiszor fényéből tárját ki. זאת אומרת שאנחנו כולנו נכללים במחשבת הבריאה. Tehát ez nem egy minden foglaltatva a teremtés gondolatába, nincs más ezen kívül. Ez kezd el működtet és fejezve minden dolgot, az összes cselekedetet, és ez a gondolat cselekedete. És ez minden, nincs más ezen kívül. Tehát hol vagyunk mi? Egy gondolatban. Mit tehetünk, hogy vizsgáljuk ezt meg? Meg kell vizsgálnunk a gondolatot. De a teremtő ezt várja tőle. A teremtés gondolatán kívül nincs semmi. Lior. A teremtés célja egy gondolat. Példát egy példát, ahogy építünk egy házat. És a végén lesz egy fizikai otthon. Ez két különböző dolog. A ház a gondolatban és a fizikai ház. Mi azt mondja, hogy a gondolat a ház. Tehát ez azt jelenti, hogy ez bele van fogáltatva. Hogyha te képes vagy egy házat építeni, csak gondolatban, akkor megteszed? Tehát hogy vagy képes? Ha képesed. Itt a gondolatban? Gondolsz el, és kész. Akkor mi a probléma? Mi más szükséged van erre? Én csak példára kérdeztem rá. Ez különbség. A különbség van a teremtő és a teremtmény között. A teremtmény nem cselekszik. A teremtő cselekszik, bocsánat, hogy megértse a teremtmény cselekszik, hogy megértse a teremtőt, a teremtő nem csak. Bum. Tehát tudod, ez a... mondasz egy hókusz-pókuszt, és bum. Te nem láttad? Az... Anyomer, rak ze evdel. Ma evdel ben borelin. Ez egyetlen különbség.
Hogy mi a különbség a teremtő és a teremtmény között? A teremtmény nem tudja megtenni ugyanazt, mint a teremtő, csak a cselekedeteken keresztül. És a végén mind elérünk. Itt elment a teremtő tervezet nekünk? Tehát mit fejezünk fel? Fölfejezzük a teremtő gondolatait? Ezt hívjuk a teremtés gondolatnak? Nem hallottál még róla? Ez az, amit elérünk. Ez az, ami feltárul. A teremtés gondolat. Tehát ez a boom után, amitől lefestett nekünk. Tehát van egy gondolat, és boom, kész is van. Tehát akkor a bölcselt, egy bölcselt, tehát valami elképesztő. És a gondolatnak... Ez a zuhanása. Tehát ez egyszerű, hogy meg nem beszélünk róla. Akkor beszéltünk a kapcsolatról, az egóról, a felülemelkedésről. Ugye egyik egy közös megoldás. Öt dolgok, amikor valóban mélyebben és mélyebben be tudunk menni. De hogy tudjuk magunkra húzni a fényt az emberekkel? Tehát képesek vagyunk ezt megtenni. És úgy gondolom, ez a bomb, amit a Ravazel mutatott. Tehát, hogy érezzük, hogy ez nem történik meg. אני לא יודע, אני יודע שאני לפעמים נכנס לאיזשהו מקום, אומרים לי שם להיות מסוכן, שם יש... יש שוק הרי, מנתם? קרינה. יש בסדר, כלום יש מעניין לבסיע שיהיו... כלום שום דבר, אומרים, זה מסוכן, שם... זה יהיה את כישוק הזה. אבל ישנו, אל תיכנס. זה סטיינג, לא. נו. Beszélésben nem érzette ott valóban sugárzás volt. Ez ehhez hasonló. Oké, de képesek ezt mérni, és látjuk, hogy a mutató elmozdul. Tehát az emberek beszélnek, hogy emberek mondják neked, hogy nem menj oda. Te nem érzed. Tehát ők kabbalisták, akik így irányítanak téged ezen keresztül. בוא, כשאומרים לי, הנה, אנחנו מצליחים למשוך את האור, אף אחד לא אומר לי, הנה, תראה, עכשיו השפענו על משהו, השפענו על משהו. מה פתאום, אתה... זה שקל המון, יצאות כמה קטנים שקל שם. המון, הרבה מאוד כוחות, שאתה לא מגלה אותם בחוש שלך. אתה מגלה רק את התוצאות. כיפה לתת להרמיס את התת. תוצאות. כן. תת, צ'וק, מית לס, מית ארזקס, צ'וק הזה, ארד מניקת. Tehát van egy speciális műszer, amit fel kell fedezned. Egy speciális eredmény. Hogyha összekapcsolsz embereket, akkor egy speciális erőt fedezel fel a természetben. Amik egyfajta detektorra, egy szenzorra válnak. Tehát ez a folyamat, de ez minden is ez a folyamat, vagy nem. Az a lényeg, hogy ez az emberek között egy kapcsolatban fedeződött fel. Ez ideális kapcsolat, ez 10 ember között valósulhat meg. És ha összekapcsolod őket, akkor együtt fogjátok felfedezni az erőt. Felfedezitek, hogy működik, és hogy vagytok képesek vele dolgozni. És ezzel fölgyorsíthatod ezt az egész folyamatot. זה כוח שאתה מתאר כספדר עליך והופך להיות על ידו גיבור. אתה תאר אין ערב אמיתי פלסטק פול. בוא נתחיל לעשות את זה.
És valóban egy hatalmas erőnek fedezitek fel, és ismertek meg. Tehát akkor most nagyon konkrétan beszélek hozzád. Tedd meg rögtön egy dolgot, ahol befolyásunk lehet. Tehát ne beszélünk ezen a módon, magyar, mert mindenek előtt a változások, amiket felfedezem. Ez csak azokban az emberekben felfedezett fel, akik részt vesznek ebben. Mások ezt nem veszik észre. Mit nem látszott az idegenek szemével? Másosorban ez csak a része van, csak a csoportban. Egyedül képtel megy rá. Tehát ez a csapda. Ez nem egy csapda, mondjára. Egyre közelebb kerülhetünk királyhoz, de csak ezen keresztül. Oké, mondjára. Ez nagyon egyszerűen magyar ez most el neked. Tehát meg kell különböző detektorokra építened, hogy detektáld, hogy ez létezik a természetben. De hogy ezt jelent, pontosan erre a műszerre van szükséged. De neked ezt egy nagyon racionális módon kell megközelíteni. Ezt írják meg írásokban. Vagy egy barátom a kérdés. Tehát azt írják le, hogy ezt hogy tegyen meg, hogy... Tehát milyen behatásokat tehetek? Tehát pontosan ez az, amit a kablakönyvek leírnak. A kapcsolaton keresztül hogyan érheted el ezt a hatást? Tehát hogyan hatatok az emberekre? Az emberekre? Az emberek nincs semmi befolyásod. Magadra van befolyásod. Ez nem cél, hogy az egész emberiségnek adokoz. Tehát ebből Ábrám elhagyta Babilon. És így fejezte fel a felső erőt. Itt tapad hozzá. Mi állnék meg itt? Milyen magasabb célok? Ez benne tárult föl. És ezáltal az emberiség többi része folytatja az a mesteres életet. De írva a Tórában is. Ez nem a Tóra szándéka. A szándéka az, hogy keresztül kell menni az őszintjeiken, a spirituális kapcsolatokon. Hogy el tudtak felülni, meg kezdtek, amikor az Egyiptomból való kivonás történetben is tanuljuk ezt. Ugye emelkedtek egyre magasabbra. És hogy megkapták a Tórát. Tehát akkor egy spirituális emelkedése. מרפיח לעזה או מעזה לדימונה, אני בזה לא מסיק שום דבר. כמובן, אז... שנעת מגעזה בו, ואת משיק ואת מלאם, זה מלאדינג בעלמית יש. זה נגד את המסעי של הכל. הכל בשוק בפרש, אז שוק... שאת... הכל קירה אוהט אותה, קירה עוד בפרש. Ők egy olyan helyet építettek meg maguk között, hogy felfedezik a teremtőt és elterjedtséget adnak neki. És akkor az emberek, akkor nem hajtottak az emberekre, mert az emberek még nem vannak készen rá. Az emberek még csak ezen a kis tűzön égnek. Nincs meg bennük ez a nagy tűz. Tehát eljutnak majd egy olyan állapotba, amikor együtt akarnak lenni velünk. A csapások és a krízisok után. Az eltékre, hogy már elkezdtük az általános generáció
általános korrekció állapot az. Én azt jelenti, hogy nekünk elkötelezettnek kell lennünk, és terjesztenünk kell kapni a bölcsességét az egész emberiségnek. Tehát megkérdezheted, hogy miért kell kimennünk. Tehát 2000 éve nem terjesztették mi sehol a kabalát. De már megvannak a megfelelő feltétek, hogy ezt megtegyük. Manapság a számvezetés és az összekeveredés után ez az utolsó állomás, amit a kamisnek lehetünk nekünk. Tehát a mi időnkben már teljesen kell kapni a bölcsetét. Tehát a Izrael nemzete két zuhanáson ment keresztül, az idők során, hogy ezt is korrigálnunk kell. Keresztül kell törnünk ezen a Nekudim világát. Hát Izrael a Binához tartozik, ez a Nekudim világa, és ez az, hogy ez megtörtént. Manapság mindenkinek el kell vinnünk a kabla bölcsületét, hogy magát a Malkutot korrigáljuk, és hogy csak a külszív maradjon korrigálatlanul. Ezért kell egy kicsit másképp dolgoznunk, mint korábban. Mivel ezt az idő diktálja nekünk. Rashash írja, tehát Zohar könyve kinyílt mindenki számára, és ez mindenki, tehát ettől függ a megváltásunk, hogy ezt terjesztjük-e. És Rav Kook mondja, hogy ez a mesés jelei, hogy el kell kezdenünk terjeszteni mindenhol, kormányokban, különböző nemzetekben és az egész életünkben. És ez a feltárás ideje cikkből van. Tov. בסביבה שלי החיצונית, נגיד, אם אני מדבר עם אבא שלי, עוד הרבה אנשים. אז אין כוש שוקר ניסתם. כל הכבוד. שזה עוד אמר ככה תשמרה. זה הכי חזק, זה הכי קשה וחזק. זה אוק אישית תגמר. גם אנחנו רוצים שיהיה ככה. יש איזה נעצר. אבא זה לא סביבה שלנו. איזה תכוש שוקר ניסתם. אז בסדר, תוקר. אם אתה אומר ל... וכל הזמן גם בעל הסולם. זה נפות השם הפרט, אבל זה חוכמה. בעל הסולם עירייה. עכשיו, אני אקבל הבעלת שאת, אקבל הבעלת שאת את תודה מהן. הוא גם עולה ככה בחוכמה שלו, ממה שהוא השיג, שזה לא מדע. הוא יגיד לך, פשוט זה לא מדע, כי אין... אז אל תגיד לו. לא יודע, זה קורה כל פעם מחדש. אז אל תגיד, מה, אתה לא יכול לא להגיד? תתמיד תראה, 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 אתה רומז לו שלך יש, למרות ש... תראה, תספלפל איזה כס. לא יודע. איפה גדש בלמגל? אתה יודע כס בגנית שמק. אני פשוט... אתה מבלבל אנשים. תראה, מי כתפל איזה כתפה? זה לא שפה שהם מדברים. זה לא נושא שהם נמצאים בו. אז למה אני לא חושב. זה נם גונם, אבל איתי. זה בעיה, אני לא אומר שאתה... כזה איתת נדס מק. זה פרובלם, אין אסמונדום. זה כולנו כשלנו להסביר. אבל במצב... זה רסר... נהי, זה המגרע עשני. הכי טוב לדבר עכשיו... מי היזתוק בן... בקשר לחיבור... הלגיוב... בחיבור של הכוח עליון. הודיו... יכול לבוא ולהגיד אהבה. הודיו, הרבה סיוק, יהיו איתה לפרופה שאלו קפצ'טוגון כרסול. מהחוש הזו, כן, אהבה זה בכלל, מה זה אהבה? זה בסדר, סרטט, אתה יודע מי עושה סרטט? כזה, להפוך. בסדר? אז מה עושים? כי זה לא מדע, בשביל המון אנשים... עד שלא למדת, תדבר רק עם... אוקיי, תמיד תעתו. De, amíg megtanulod, hogy mi az, hogy lehet az embereknek ezt. Én normális módon, de...